Régen elmúlt gyerekkoromban a legpóriasabb étel télen legalábbis a fejtett bab volt, amiből jóféle bablevest, babgulyást, babfőzeléket készítettek a háziasszonyok, de ez egy olcsó étel volt. Manapság a bab már egyike a legelegánsabb ételeknek, amiket kapni lehet. Háziasszonyunk, Éva asszony a babtermelésnek mestere, úgy látom, mert kitűnő fürgybabot termelt az idén is, és gondolom, hogy már évek óta. Éva, mikor szokta betakarítani a babot, és hogy tartja el télire? Én ezt a babot is akkor vetem, amikor egyébként a vágóbabot vetem, és így elég korán érkezik meg, tehát július közepén már van ebből. Így amikor megjelennek a szép rózsaszín hüvelyek, és teltek már, akkor kifejtem, és a fagyasztóba rakom. Hagyok mindig valamennyit, amelyikről nem szedek, és azt pedig a következő évre magnak, újból vetőmagnak hagyom. De télen is fogyasztunk ebből, bablevesnek, akkor ugye be kell áztatni, mert keményebb ugye a héja, ezért praktikusabb, amikor így elrakom korábban nyáron, akkor fagyasztóból könnyebben elő tudom szedni. Éva, gyakran megtámadja a babzsizsik a babszemeket. Mit tesz annak érdekében, hogy a zsizsik ne szaporodjék el benne? Amikor ez a bab már így kiszáradt és kitisztogattam, tehát teljesen rendben lezacskózom vászonzacskóba, akkor beszoktam tenni egy éjszakára a fagyasztóba, és akkor másnap kiveszem, semmi meg nem támadja, hogyha így ezt konzerválom egy ilyen mélyhűtéssel egy éjszakára. Köszönjük a tanácsot, és biztosan sok háziasszony meg fogja fogadni.